Az ukrán elnök üdvözölte, hogy az Európai Unió eltörölte az ukrán gabona behozatali tilalmát. Volodymyr Zelenszky arra is reagált, hogy Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonnal jelezte, területén saját hatáskörben egyoldalúan betiltja az ukrán gabona exportot. Az Európai Unió megszüntette a mezőgazdasági exportunkkal szembeni korlátozásokat. Most az a fontos, hogy az európai egység kétoldalúan a szomszédokkal is működjön. Ők így támogatják Ukrajnát a háború alatt. Európa mindig nyer, ha a szerződéseket és az ígéreteket betartják. Ha a szomszédok nem így döntenek, Ukrajna civilizáltan fog válaszolni, jelentette ki az ukrán elnök. Öt ország érintett leginkább a kérdésben. A magyar, a lengyel és a szlovák kormány már bejelentette, hogy szembe megy az EU döntésével. Románia még kivár, Bulgária egyelőre nem foglalt állást.